Highlife Sport az amatőr pingpongosok egyik budapesti fellegvára. Ám az óbudai létesítményben időről időre a profik egy csoportja is feltűnik. A testnevelési egyetem által felkért Karsai Ferenc ugyanis itt tartja az intézmény asztali tenisz szakedzői képzésére járóknak a gyakorlati és elméleti oktatást. Március 2-án 6 órás foglalkozásra érkeztek a résztvevők. Főleg azt tetszik, amikor a soklabdáról beszélünk, meg hogy kell, mert ő nagyon jól tud soklabdázni, és nagyon sokat tudunk tőle tanulni. Előző fél évben én kevesebb gyakorlati órán tudtam részt venni, de voltam lent nála Kiskunfélegyháza, és nagyon sok mindent tanított, és nagyon jól sikerült az az óra, úgyhogy nagyon örülök, hogy sokat tudok tőle tanulni. Nem Fehér Orsolya az egyetlen válogatott játékos, aki a testnevelési egyetem szakedzői szakára jár, hiszen például Bálint Bernadettel és Nagyváradi Mercedessel együtt végzi a képzést. A férfiakat pedig többek között Kriston Dániel és Tima Falvi Gergő képviseli a csoportban. Érettségi környékén az élsportolóknál gyakran előjön a kérdés, hogy a sportkarriert vagy a tanulást válasszák inkább, pedig a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást. Szerintem összefér, de ugye még nekem, és szerintem Bálint Bernadettnek vagy Nagyváradi Mercinek is, most még az első az a pingpong, és majd amiután úgy gondoljuk, hogy vége, egy pár éven belül, vagy egy 10 éven belül, akkor majd lesz, amihez nyúlnunk, és akkor ugyanúgy szintén a pingpongba szeretnénk mozogni mindketten. Az elméleti tudás fontosságáról egyre többet hallani, de mint az összes sportban, úgy az asztali teniszben is a gyakorlat teszi a mestert. Én rendkívül gyakorlatias vagyok, tehát elméletben egy német könyvből tanulunk, illetve részben érintjük a történeti szinten a dr. Ormai László könyvét is, de a gyakorlatot azt végig viszem, miután én 35-40 éve benne vagyok, hogy teljes mértékben a gyakorlatban, és megkövetelem a gyakorlati kivitelezést is, és ez a mai előadáson is lesz egy óra, ami a multilabdás edzésnek a véghez vitele, kivitelezése. A világszerte nagy elismertségnek örvendő szakember vallja, hogy jó edző nem csak világklasszis játékosból válhat, de csak a könyvekből nem lehet megtanulni ezt a szakmát. Nem muszáj világbajnoknak lenni, bizonyos szinten kell tudni játszani, illetve az egyéni foglalkozás miután az asztali teniszbe a csoportmunkáról azért részben áttevődik a súly az egyéni foglalkozásai, az egyéni foglalkozásokat is végre kell tudni hajtani, annyira meg kell tudni tanulni pingpongozni, vagy tudni kell játszani, hogy egy-két labda érintésig a feladatokat kiszolgálja az edző. A jelenlegi képzés elvégzésével szakedzővé válhatnak a fiatalok, az ambiciózusabbak pedig ezt követően célba vehetik a mesteredzői címet.